Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb videó, ahol be fogom mutatni a... Hát a Ghostból már nem teljesen új, de a Black Ops 2-es új DLC színeket, úgymond. És a Black Ops 2-es gameplay nem az enyém lesz, mert igazából, hogy megnyomjam őszintén, lusta voltam felvenni. Úgyhogy leszettem valakiről YouTube-on, bocsánatot kérek tőle. De a csatornája ott lesz a leírásban, körülbelül... Hát egy jó 1 millióval több feliratkozója van, úgyhogy... Szerintem azért annyira nem bánja, de remélem sorban fogok haladni, de el is kezdem a Ghost DLC színekkel. Az első az a Ducky Camo, és ahogy látjátok, Peacekeeperre, vagy Honey Badgerre raktam fel, nem Peacekeeperre, és csak lövögetek tárokat random a levegőbe. És szerintem nagyon, hát fura camo, de igazából elmegy, szóval semmi különleges, szerintem vicces ötlet volt behozni, úgyhogy nekem ezzel semmilyen gondom nincs, hogy ilyen vicces kamókat raknak be. A második kamó az a Space Cats kamó, ami ilyen űrben való lebegő macskák, és ez meglepően jól néz ki egy-két fegyveren, például az MTAR-X-en, meg a K7 SMG-n. A Honey Badger-en kicsit, hogy is mondjam, homályos, de jó ez azon is. Úgyhogy nagyon jó ez a kamó is, és igazából ez is ilyen kis hülyeség. Úgyhogy ja, a harmadik kamó az az Inferno kamó, ami ilyen tüzes, és hogy megmondjam őszintén, nekem ez annyira nem tetszik, szóval nem oldották meg jól ezt a tüzet, és kicsit hülyén néz ki, de végül is elmegy, szóval a Peacekeeper-en pont jól néz ki szerintem. Még mindig Honey Badger. A Honey Badger-en jól néz ki szerintem. De másoktól is hallottam már, hogy annyira nem tetszik nekik. Az utolsó camo az pedig egy ilyen elektromos camo, nem jut eszembe a neve, és az jól néz ki. Szóval ez a camo, ami úgymond segíthet is, és jól is néz ki. Úgyhogy szerintem ez a legjobb. Amúgy ezt a videót azért csinálom, hogyha mondjuk akartok venni camókat, de nem tudjátok melyiket, vagy csak limitált pénzetek van, akkor így dönthessetek, hogy néz ki. Átérve a Black Ops 2-re, itt viszont nagyon-nagyon jó camók jöttek ki, szóval nekem elképesztően tetszenek ezek a camók. Az első és legjobb az a Weaponized 1-1-5 camó. És hát az valami brutál jól néz ki, szóval úgy néz ki, hogy ilyen üveg van a külsején, és minél sötétebb helyen vagy, annál jobban világít, és ilyen zöld zseléféleség van a belül, szóval az üvegen belül, és amint mozogsz, úgy néz ki, mintha a zselé is bent mozogna, és valami elképesztő jól néz ki. A második az a Dead Man's Hand, az a neve. És ennek a calling kártya tetszik nagyon, mert az a calling kártya, hogy egy halott ember így pókerezik, vagy nem halott ember, hanem egy ilyen csontkéz, és nekem az nagyon-nagyon tetszik, de a camo is nagyon szép, bár inkább úgy néz ki, mintha nagyon sok mindent így összedobtak volna, de nagyon tetszik így is, úgy is. A Beast camo az viszont a második kedvencem ezek közül. Ugye ilyen tigris minta alapján lett mintázva, és nekem nagyon bejön ez a tigris minta. Legtöbb fegyveremre ezt fogom használni a Weaponized 1-1-5 mellett. Szóval ezzel, ez akár még hasznos is lehet így kamuflásként. És szóval ja, az utolsó pedig az Octane, ami egy ilyen versenyzés cucc alapján készült, és ez szerintem nagyon-nagyon le lett másolva az egyik korábbi Coyote DLC színről, amit nem tudom, emlékeztek-e, de Black Ops 2-ben volt egy olyan is, és szerintem arról lett egy kicsikét lemásolva, úgyhogy szerintem azon semmi különleges nincs. De remélem, hogy sikerült megmutatnom nektek ezeket a kamókat, és calling cardokat, meg retikülöket, amit kaptok ugye ilyen célzókát. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és remélem segít választani. Én Painful voltam, és a viszonthallásra.